1, 2, 3, 4, 5, 6 a leggyakrabban használt jelszó a világon. Ez derült ki egy kiberbiztonsággal foglalkozó független cég kutatásából. Mutatjuk is a tízes listát. Az egymás után következő számokkal több mint 4,5 millió felhasználó regisztrált. A szakértők szerint ez a legrosszabb választás. Második helyen az admin áll, a hetedik helyen pedig a password jelszó, amit több mint 2 millió felhasználó választott, amikor regisztrált egy internetes felületre. A kiberszakértők szerint ezek a jelszavak felhívás keringőre az online bűnözőknek. Ezért azt javasolják, hogy sem a telefon feloldásához szükséges kódnak, sem netes felületre való belépés jelszavaként ne legyenek egymást követő számok. A kiberbűnözők adatlopása az egész világon hatalmas méreteket öltött, minden országban küzdenek ellene. Magyarországon a rendőrségen belül egy külön Matrix csoport dolgozik az online csalók és adatlopások ellen. 7. és 8. osztályosoknak hirdett versenyt a Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium. A zsebmenedzserek nevű vetélkedőre 5 fős csapatok jelentkezését várják. A verseny első része online fordulóból áll, majd december 6-án személyes részvétellel zárják a vetélkedőt. Az eseményhez szükséges minden információ megtalálható a Közgáz Facebook oldalán. Az élelmiszer áruházlánc mellett most az egyik legnagyobb drogéria hálózat is csatlakozott a december 24-i boltzárhoz. Azt közölték, nem lesznek nyitva Szenteste napján, de 23-án hosszított nyitvatartással várják a vevőket. Az élelmiszerlánc döntése egyébként a többi multinacionális vállalatot is kényszerhelyzetbe hozta, és várhatóan még több üzlethálózat jelenti be a karácsonyi boltzárat. Tárgyalnak is a 24-i egységes zárvatartásról, de még nem született megállapodás.